Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. Mint ismeretes, nemrégében új főigazgatót neveztek ki a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház élére. Vendégem itt a stúdióban dr. Bertalan István, az intézmény új vezetője, akit köszöntök, és a tervekről kérdezem majd. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a tévénézőket. Régi új ismerősként, nekem új stúdióban, de szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Ugye a poszton új, de a kórházban nem, hiszen a sebészeti osztályon már vezető pozíciót töltött be. Egy kicsit azért mesélne egy a pályafutásáról, hogy megismerjék a Mosonmagyaróvári televízió nézők. Mit kell tudni magáról? Hát, honnan is kezdjem. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a Mosonmagyaróvári Kórház itt tart, ahol tart. És már most szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezt a nagyon pozitív eredményt, hogy a kórházunk az eddigi összes egészségügyi átalakításból jól jött ki, ez a mindenkori vezetőknek, illetve a korábbi városvezetőknek az érdeme. Ha megnézzük a szomszédos városokat, akkor láthatjuk, hogy mit a különbség van a mi kórházunk és a szomszédos városok kórháza között. Tehát micsoda különbség van? Olyan különbségek vannak, hogy mi úgy alakítottuk át a struktúrát, hogy egy finanszírozható és a betegek helyi szinten való ellátását tudjuk biztosítani, azon a szinten, amit a szakma ezen a progresszivitási szinten biztosít. Tehát az itt akartam ezzel kezdeni, hogy megköszönjem az elődeimnek a sok-sok munkáját, a sok-sok fáradozását, illetve az egész kórházi csapatnak a fáradozását, hiszen ez egy igazi csapatmunka volt. Nagy kihívások után sikerült ezt a kórházat ilyenné alakítani. És nyilván akkor erre építkezik majd, de mielőtt még erről beszélnénk, akkor egy kicsit tényleg mesélje magáról. Hát én 86 óta vagyok a kórház alkalmazottja, ez volt az első munkahelyem, és remélem, hogy ez lesz az utolsó is. Sebészként kezdtem, megcsináltam a sebészakvizsgát, és mikor már elég jól ment a sebészet, akkor gondoltam azt, hogy egy kicsit több szint kellene hozni az ellátásba. Volt némi affinitásom a traumatológiához, ott voltam katonai időmet, és akkor még Győri Honvéd Kórházban töltöttem, és úgy gondoltam, hogy egy bizonyos szintű ellátást Mosonmagyaráron is meg tudunk valósítani. Ezért eldöntöttem. Ez mit jelent? Azt gondolom azért szerencsére talán kevesen jártak a Mosonmagyaróvári Honvéd Kórházban. Nekem annak idején sikerült megjárnom, de talán reméljük, hogy nem mindenkinek volt ilyen abban az időben, amikor én kezdtem, akkor a Győri Honvéd Kórház ország egyik legnagyobb honvéd kórháza volt, hiszen a megyei kórház és a honvéd kórház együttesen látta el részben a honvédség, majdnem Dunántúli régióját, részben pedig a megyének a betegeit. És akkor még viszonylag új építésű volt, új műtővel, vadonatúj csapattal, egy új szemlélettel. Nagyon sokat köszönhetek, hogy fiatalon bekerülhetem ebbe az iskolába, és megtanultam azokat az alapokat, amit el tudtam ide is hozni Mosonmagyaróvárra. Az egész mögött részben személyes ambíciók voltak, részben pedig az volt már akkor is, hogy ez 92-3-ban gondolkodtam ezen, akkor változott meg a rendszerváltás után a finanszírozás, és látszott, hogy a korábbi támogatási rendszer helyett, egy ilyen normatív támogatási rendszer helyett teljesítmény alapú lesz a finanszírozás, és úgy gondolkodtam, hogy ha mi tudunk olyan plusz nyújtani, amit az OEP befogad és finanszíroz, akkor a kórházunk több lábon áll, a kórházunk is, meg nyilván én is úgy gondoltam, hogy a sebészet mellett egy ilyen kis traumatológiát, hogyha elkezdek, akkor várhatóan ez mindenki számára jó lesz. Akkor már nem csak a beteggyógyításban, hanem egy kicsit komplexebben gondolkodott. Igen, és nagyon jó volt, mert tényleg úgy indultunk el, csak sebészet volt Mosonmagyaróváron, ki kell találni azt, hogy mit lehet itt csinálni, mi az, amit biztonságosan, kvázi egyedül kis traumatológiai beavatkozásokat meg tudok úgy csinálni, hogy ezt a szakma is elfogadja, mert hát nyilvánvalóan azért a szakmai féltékenység minden egyes ilyen kezdeményezés ellen hat induláskor mindenféleképpen. De ezek szerint az elképzelésem jó volt, mellém állt egy 94-ben vizsgáztam, egy évet gyakoroltam a szakmát, és tényleg azokat a biztonságosan elvégezhető eseteket vállaltam föl, amit egyedül is meg lehet operálni, a többit nyilván küldtük továbbra is Győrbe, de ez olyan forgalom volt, hogy az akkori vezetés mögém állt, és azt mondta, hogy igen, ezt folytatni kell. És itt jött képbe utána Vermes doktor, ő Győrből a beseti osztályról
késsebész, belsőt és sebészfőorvosként jött át, és kvázi megcsináltuk a kiteljesedést. És most már el lehet mondani, hogy már nincsenek szakmai aggályok Mosonmagyarával kapcsolatosan. Nagyon nagy érdem volt, és nagyon nagy visszajelzés volt, hogy nálunk Lipóton szerveztük az Országos Gyermektraumatológiai Vándorkongresszust, és hát gyakorlatilag a szakma ott áldását adta, hogy igen, olyan minőségi munka, igen, és ráadásul én Lipót is vagyok, úgyhogy ez dupla büszkeség volt számomra, és nagyon nagy motivációt jelentett, hogy igen, jó úton haladok, ezt kell továbbra is csinálni. Mit tart a legnagyobb eredménynek ebből az időszakból, ebből a hosszú időszakból? Nagyon lelkesen mesélt róla, igen, úgyhogy igen, biztos, igen. Hogy nagyon büszke a munkája. Nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy mint párhuzamba állítom a Lipóttal. Egy olyan kis falu volt, amikor a rendszerváltásnak neki mentünk, hogy egy abszolút hátrányos helyzetű zsákfalu, szinte nullára amortizálódott középületeinkkel, meg járdáinkkal, és elkezdtünk gondolkodni, mit lehet ebből kihozni, és az első testület ülések úgy zajlottak le, hogy 7 képviselő volt, hogy 4-3 arányba győzködtük egymást, hogy miért kell Hédelváron vagy Hédelvártól szakadni, mert tényleg nagyon nem volt egyértelmű, hogy most tudunk-e valamit csinálni vagy sem. És akkor végül is az elszakadók pártja győzött a harmadik, negyedik megbeszélés után, és mondta, hogy próbáljuk meg, ha meg sem próbáljuk, akkor nem tudunk tovább lépni. És ugyanez volt, és így jöttek a Lipótnak a sikeres pályázatai, egyre jobb és élhető falut tudtunk, és ugye most már nincs megállás, a következő generáció veszi át a stafétabotot nálunk is, és csinálja mindenki, és úgy látom, hogy egy olyan fejlődési pályát tudtunk állítani az akkori döntéseinkkel a falut, amit szinte már nem lehet elgáncsolni. És ugyanezt látom a kórházban is, hogy elkezdtük egy abszolút ellenszélbe a kísérleteinket, a próbálkozásainkat. Nagyon nagy szakmai ellenállás volt az elején, mert hát szokatlan dolog volt. Szokatlan dolog volt, hogy egy kisvárosban ilyesmi dolgokat is valaki kitalál és elkezd csinálni. És mondom, nem hagytuk, próbálgattuk, és addig-addig bizonyítottuk részben a jó beteg ellátása, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert a város tényleg mellénk állt, és az kezdeti bizonytalankodás után egyértelműen pozitív volt a visszhang. Mindig csak azt találtuk be, amit bevállalhatunk a mi szintünkön, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű ellátást tudtunk adni, ami megteremtette a hasonló gondolkodás a többi osztályrészen is, és ott is olyan profilokat tudtunk bővíteni, ami egy ilyen kisvárosi kórházi szintet messze meghalad. És egyébként ez a jövő, hogy olyanba kell jónak lenni, ami a nagyok vagy nem tudnak gyors reagálással megcsinálni, vagy egyszerűen nem gondolnak még rá, mert még nem látják ezeket a lehetőségeket. Akkor nézzük, hogy mi a jövő itt Mosonmagyaróváron, milyen szemlélettel áll neki a munkának, bár azért már kicsit képet festett magáról. De... Én ezt a szemléletet szeretném továbbira is, amit idáig volt, hogy ezt a kvázi vállalkozói szemléletet, hogy mindenki próbálja meg a saját szakterületén megtalálni azokat a biztos ellátási lehetőségeket, azokat a kritikus pontokat, amikkel ténylegesen itt tudjuk tartani Mosonmagyaráron, illetve a környékén a területi betegeinket, hogy ne vágyjanak más intézményekbe ellátásra, és tudjuk nekik biztosítani azt a minőségi ellátást, amit egy megújult új kórházban szerintem fogunk tudni adni. Lehet az is esetleg, hogy máshonnan jöjjenek betegek, tehát mondjuk távolabbról? Igen. És nem akarom itt Ausztriát vagy Szlovákiát említeni, A távlati célokban ez is benne van. Most még csak az jellemző, mert azért a nemzeti biztosítók nagyon védik a saját belső biztosítási piacukat, tehát a sürgősségi eseteket leszámítva azért a betegeik zömét még mindenki saját országában látja, úgy gondolja, hogy még ott kell ellátni. Ez valószínűleg változni fog, hiszen az európai trend egyre inkább arra megy, hogy a szabad tőke és egyéb, szóval az emberek szabad vándorlása. Vannak is már kísérletek, illetve vannak tárgyalások arról, hogy hogyan lehetne itt a határon átívelő
programokhoz csatolni az egészségügyet is, hiszen nagyon sok olyan mozgás van, ami ezt egy idő után ki fogja kényszeríteni. De akkor ezek szerint ez nem csak önökön múlik, tehát ez egy nagyobb hatalom, igen. Mindenféleképpen ez egy ilyen nemzetek közötti együttműködést igényel, de ez napirenden van, illetve egyre jobban fog erősödni, hiszen ha belegondolunk, hogy hány ember dolgozik tőlünk Ausztriába, hányan jönnek hozzánk, részben Győr, illetve mostani Szlovákiából, akár ide lakni is, az is egyre nagyobb tendencia, és egyre inkább el fognak mosódni ezek az országhatárok, és a biztosítók, akik idáig saját piacokat védve próbálták a büdzsét tartani, ha kinyílnak és átláthatóvá válnak, és mondjuk az akkreditáció minden országban megtörténik, tehát olyan akkreditált egészségügyi intézményt tudunk Mosonyaráron is biztosítani, amivel bátran ki tudunk állni a bármelyik ország piacára. Onnantól kezdve a biztosító, ha látja, hogy egy jó minőségű ellátást fogunk tudni adni, és ráadásul a saját országához képest esetleg még olcsóbban is, akkor valószínűleg meg fogja tudni azokat a szerződéseket kötni, ami egy ilyen tartós betegellátást tud biztosítani. De ez a távlat. Ezen már dolgoznak egyébként, vagy ez még egy ötlet szinten van? Ezen már dolgoznak, már vannak ilyen erős ajánlások, illetve vannak erre tárgyalások, de ezek még a nagypolitika szintjén vannak. Történtek már ilyen kisebb kezdeményezések kórházak között. Megpróbáltunk olyan közeli kórházakkal kapcsolatot fölvenni, akik esetleg ebben érdekeltek, hogy menjünk elé ezeknek a várható folyamatoknak, kicsit legyünk proaktívak, és nézzük meg, hogy mit tudunk ebből mi magunknak úgy lehozni, hogy egyrészt fölkészülünk rá, másrészt pedig nyilván, mint minden ilyen jellegű ellátást. Nagyon fontos, hogy a végén ne mínuszos legyen az intézmény, hanem továbbra is olyan kondícióban legyen, hogy további ötletekkel, további fejlődés lehetőségeket tudjunk biztosítani. Akkor nem menjünk ennyire előre, igen. Maradjunk de most itt. De ez még nagy politika volt, így van. Igen, ehhez majd még alkalmazkodni kell. Maradjunk itt a közeljövőnél. Milyen változásokat terveznek most, amik a különböző osztályokat érinthetik, vagy vannak-e már valamilyen konkrét tervek? Konkrét tervek vannak, most folynak azok a megbeszélések a részlegvezető főorvosokkal, amelyek végül is a betegellátás minőségének a javítását fogjuk megcélozni. Ez részben konkrétan azokat a beteg gyógyítási folyamatokat fogjuk átnézni, ahol a betegeknek a legnagyobb frusztrációja származik. Nyilvánvalóan mondjuk a műtétes szakmát nézve, amikor bekerül valaki a műtőbe, onnantól kezdve a beteg az nagyjából nem nagyon tudja, hogy mi történik vele, sinem van, vagy altatják, vagy olyan érzéstelenítési módot adnak, de az előtte való, illetve az utána való betegút menedzselés, az nagyon-nagyon fontos, hogy a beteg tudjon minden lépést előre, tisztában legyen. Igen, részben, illetve ez egy olyan önmagunk felé is egy olyan biztosíték, hogy ha a beteg mindenről tájékozott, akkor sokkal hatékonyabban tud részt venni a saját gyógyulásában, illetve olyan megoldásokat is biztonsággal föl tud vállalni, amit egyébként lehet, hogy nem vállalna fel. Itt az alternatív gyógyítási megoldásokat is figyelembe kell menni minden egyes esetben. Egyrészt nagyon nagy az igény rá, másrészt pedig nem lehet, mint korábban, hogy majd az orvos megmondja, mit kell csinálni, hanem ténylegesen be kell vonni. Ez egy kicsit plusz munka az induláskor, ez egy kicsit másfajta gondolkodást. Szemléletváltás. Így van, így van. Mindenféleképpen más gondolkodást igényel a dolgozóktól, de én azt gondolom, hogy eljött az idő, amikor ezzel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Hogyan tudja ezt átadni, hogyan tudja az orvosoknak ezt megmagyarázni, hogy ez eddig jól bevált, én vagyok az orvos, te vagy a beteg. Igen. Azért a világ változik, szóval az ilyen
mentalitású orvosok részben már kicsit ki is koptak, vagy kikopnak, illetve annyi-annyi információ jön, annyi-annyi igény jön a betegek felől, amit úgy le is csapódik a beszélgetésünk, hogy már ezt is, meg ezt is, meg ezt is kérdezek, és most hát annyit kell vele foglalkozni. Ugyanakkor erre tényleg, akik már ezt csinálják tőlünk, nyugati országok, ott nagyon nagy statisztikai adatok mutatják, hogy ezek az úgymond beruházások a betegbe, amikor a korrektúr tájékoztatjuk, elmondjuk az összes lehetőségét, mi közül választhat, milyen lesz az egyiknek a kimenetele, milyen a másiknak a kimenetele. Ez úgy tűnik, hogy akár egy másfél órás beszélgetés is jelent, összességben biztosan, de részleteiben, ami részben az orvostól, részben pedig a szakdolgozóktól fog megkapni. Ez a egy-másfél óra plusz, ez sokszorosan visszajön a gyógyítás folyamata alatt, és arról nem beszélve, hogy sokkal biztonságosabban gyógyulnak, elégedettebbek lesznek, és a mostani nagy rákfenéje az egészségügynek, hogy mindenhol mindenki perel, és műhibát keres, és elégedetlen, és úgy érzi, hogy nem jó ellátást kapott, és hogy lehetett volna, hogyha így, vagy úgy, vagy amúgy, ezekkel ki lehet védeni. Nem csak kivédeni, hanem én azt tűztem ki célul, hogy a betegek tényleg úgy menjenek el a kórházunkból, hogy kellett jönnie, hiszen mindenki azért jön oda, mert olyan betegség van, amit csak ott lehet meggyógyítani. Ha már egyszer ilyen helyzetbe került, akkor úgy menjen el a végén, hogy igen, én megkaptam azt, amire számítottam, és úgy érzem, hogy mindent megtettek azért, hogy ez az én gyógyulásom sikerüljön. Korrekt végszó lehetett volna, de még ezt mindenképpen meg kell kérdeznem. Ugye december 31-éig kell létrehozni az országos várólista nyilvántartást. Ezzel mi hogy állunk most? Hát az igazi várólistás országos problémák azok főleg a manuális, illetve az ortopédiai beavatkozások azok, amelyek, ahol a legtöbb elégedetlenség van, a leghosszabbak az idők. Nálunk ilyen speciális beavatkozások nincsenek. Csinálunk ortopédiai artroszkópos beavatkozásokat, keresztalagpótlásokat is akár. De nálunk pont amiatt, hogy nagyon rugalmasnak vagyunk, elég jól tudjuk menedzselni a betegeket, a műtőt, jól ki tudjuk használni, szinte itt nincs várólista. Ami várólista van, azok és azért nem akarok egyébként még erről többet mondani, vannak olyan rendelőintézeti tek, illetve rendelések, ahol viszonylag hosszú a várakozási idő, és ennek történeti okai vannak, hogy pont miért így alakult ki, de automatikusan két hónap múlva kapja a beteg az előjegyzést, ami alatt kvázi mindig talál, vagy meggyógyul, vagy talál egy másik, akár magárendelés, ahol megkapja azt az ellátást, amit kapott volna, hogyha bekerül a rendelésre. És ezért most az a faramuszi helyzet van, hogy be van írva időpontra Kovács bácsi, nagynéni, mindenki, csak már nem jelenik meg, mert hát közben megkapta az ellátást, vagy meggyógyult, de ugyanakkor foglalja a helyet. Ez egy informatikai, részben informatikai probléma. Úgy gondolom, hogy ha átszervezzük az előjegyzési rendszerünket, erre képesek leszünk a pályázat útján, akkor sokkal rövidebb lesz, illetve hát nem szankciónak nevezném, de itt is megragadom az alkalmat. Nagyon sokan vannak olyanok, akik bejelentkeznek egyszerre 3-4 helyre, hogy majd, ha oda kerül az idő, akkor majd oda, úgyis igénybe fogom venni, és aztán kiderül, hogy az első helyen olyan betegséget találnak, hogy hát jobb, hogyha bekerül mondjuk az intézménybe, és akkor a 3-4 hely automatikusan már nincs rá szüksége. És nincs visszajelzés se a beteg részéről, se esetleg az orvos részéről, hogy hát arra 3-4 helyre már nincs szüksége. Ha egy átlátható elektronikus előjegyzési rendszert fogunk kialakítani, és ez meg lesz, amiben a felszabadult helyek és esetleg mindjárt vissza tudjuk pörgetni, hogy igen, nem kell rá várni, akkor automatikusan fog csökkenni ez az idő. Van olyan osztályunk, ahol viszonylag hosszú az előjegyzési idő, de
Ott is úgy gondolom, hogyha a házi orvosokkal meg tudjuk azt a taktikát beszélni, amit én jónak gondolok saját kútfőből, de ez egy 2-3-4 beszélgetés mindenféleképpen lesz, akkor megszűnik az a helyzet, hogy ugyanez, hogy előjelzi 6 hét múlva mondjuk a belgyógyászati osztályra egy rosszabbodó krónikus betegséggel, aztán mivel nagyon hosszú az előjelzés, akkor a beteg rosszabb állapotba kerül, de sürgősségi beutat, és akkor bekerül a sürgősségére. Nem jó ez a taktika, hogy ha túl hosszú az előjegyzés, akkor megsürgetjük, mert akkor a valós sürgős esetektől veszük el a lehetőséget, illetve mindenki elégedetlen, hogyha úgy érzi, hogy külön utakon kell neki keresni esetlegesen gyógyulást. Egy átlátható rendszert szeretnék létrehozni, ami csak úgy lesz átlátható, az informatika az csak egy segítség ebbe, segítség lehet. Az átláthatóságot úgy szeretném megteremteni, hogy minden érdekeltet bevonva, többször átbeszélgetve, és azt a rendszert fogjuk működtetni, ami mindenki számára megfelelő lesz. Csak nagyon röviden, mert már kifutottunk egy picit az időből, igen, de ezt mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy a működést, azt mi fogja biztosítani? Van-e vele valamilyen stratégiai terve erre? Én azt gondolom, bár most nem jó a helyzetünk a kórháznak, mert éppen most kellett visszafizetni múlt héten 75 millió forintot, és ez nagyon nagy érvágás. A történet még tavaly kezdődött, tavaly év végén, 11 év végén nagyon jó volt a kórházunk helyzete, és akkor a ilyen évvégi kormányzati döntés született, hogy a lejárt szállítói tartozásokat kvázi odaadják a kórházaknak a pénzt, és akkor abból ki tudják fizetni. Egy gondunk volt, nem volt lejárt szállítói tartozásunk tavaly. Viszont volt kölcsönünk, amit az önkormányzat adott annó még pont az ilyen lejárt szállítói tartozásokra, és úgy gondoltuk, hogy mivel effektíven most nincsen ilyen számlánk, az önkormányzat jóvoltából nincsen, azt a pénzt, amit erre kaptunk, átutattuk az önkormányzatnak. Ezt utólag helytelenítette a minisztérium, és ezt most idén elmondta tőlünk. Ez nagyon nagy érvágás, megpróbálunk ezt tenni azért még ebben az ügyben, hát ha sikerül ebből visszaszerezni pénzt. De azt gondolom, ötletek, hogy hogyan vannak ötletek, de egyébként ez egy olyan dolog, amit vagy megkapunk, vagy nem. Amit mindenféleképpen el kell érnünk, ugye a kórházunk most úgy működik, hogy teljesítmény alapján finanszírozzák, de van egy korlát, hogy maximális annyi beteget láthatunk el. Voltak több olyan hónap volt az elmúlt évben, amikor nem értük el a lehetőségeket, tehát a korlát alatt teljesítettünk. Mindenféleképpen el kell azt érni, hogy amit a teljesítményvolumen korlát nekünk biztosít bevételi lehetőséget, azt el kell érni. Tehát azt mindenféleképpen. Úgy gondolom egyébként, hogy nagyon pici kis finom hangolással ez elérhető lesz. Dr. Bertán István, köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem majd a sikerek is be tudok majd számolni. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is.